Elnök úr, mostanában nagyon sokat jár Somogy megyében. Mennyire tetszik önnek ez a környék, illetve most itt Kaposmérőt és Hetest megismerte, milyen ez a vidék? De ez a vidékhez fűződik nekem az egyik legérdekesebb élményem, hogy három vagy négy évvel ezelőtt volt egy polgármesteri értekezlet, és az volt az első alkalom, amikor a résztvevők nem az államtól kérték számon a fejlődést, hanem azt nézték meg, hogy mi az, ami egy falut faluvá tesz, ami minden áron meg kell őrizni, és mi az, amit nem tud egy maga megoldani egy falu, hanem meg kell osztani, és esetleg a várossal kell a feladatot megosztani. Ez nagyon érdekes volt, mert hosszú ideig az ment, hogy az állam köteles. Na, ez most már ennek teljesen a végére értünk. Én most ennyi idő után ennek a megváltozott mentalitásnak a gyümölcseit látom itt viszont, az, hogy a polgármesterek vezetésével és a közösség összefogásával mit lehet csinálni. Ez természetesen az állam felelősségét nem szünteti meg. Legfeljebb hangsúlyozza azt, hogy ha eredményt akarnak látni, akkor az önkormányzatok kell bízni annak a felmérését, hogy mi az, ami a legfontosabb számukra, és ehhez kell támogatást adni. De nem fentről megmondani, hogy mire szorul rá egy falu, és mit kell csinálni vele. Kezdetben mindenki az asztalt verte, hogy az állam köteles. Ezzel gyakorlatilag nem mentünk semmire, mert az állam köteles vagy nem köteles, nem volt miből megcsinálnia. Ez volt az első olyan megbeszélés, ahol kiderült, hogyha közösséget sikerül létrehozni, munkaközösséget, területközösségek összefogását, akkor nagyon sok minden megoldható. A sajtóban ez is természetesen úgy csapódott le, hogy Götz Árpádot ellepték a panaszaik áradatával. Én bennem úgy maradt meg az egész, nagyon mérges voltam ezért, hogy panaszáradatról szó se volt, probléma felsorolásról volt, és a mindenek előtt arról is ez volt az első olyan, most már visszatekintve 8 év alatt, ami közös gondolkodás volt, és nem kiváltságlista. Nagyon örültem neki, és most őszintén szólva, hogy itt vagyok, ennek az eredményét látom ebben a útban például. Én még az életben nem láttam olyan intézményt, amit ne előbb vagy nem később adtak volna át, mint ahogy elkészült. Az én világom, tekintve, hogy én haragudhatok az időjárásra, hogy esetleg az időjárás nem veszi tudomásul a haragot, ami nem szép tőle. És általában az időjárás és a élet valóságai nem a VIP ráérő idejéhez szokott igazodni, hanem általában a maga akaratát követi. Ez esetben is ez történt. Tehát annak ellenére, hogy az eső elmosta az erőfeszítéseket, teljesen nyugodt lelkiismerővel adom már áldásomat a híra, útra, ami összeköti a három községet, és azt hiszem, hogy egyben az elzártságukat, vagy részleges elzártságukat szünteti meg. Az út rettenetesen fontos minden szempontból, egyszer gyakorlatilag is, mert eljutunk egymáshoz, másrészt elméletileg, mert ha eljutunk egymáshoz, akkor a gondolataink is könnyedben tudnak eljutni, erre persze sok minden van, még a bunkofon is hozzájárul ehhez, mert az ember nem engedi. Én otthon hagytam. Két napja van, de otthon hagytam, hogy itt legalább ne érjenek utol. Ez is valami. Úgyhogy engedjék meg, hogy gratuláljak hozzá. Tudom, hogy a pályázati pénzeken felül mindkét községnek az erőfeszítése benne, mind három községnek az arányos erőfeszítése benne, hogy sem a kicsiség. Komoly áldozatot kíván, és még engedjék meg, hogy még valamit hozzátegyek. Műtárgyal a három községben a közigazgatást Márta képviseli. Én a közigazgatás és a önkormányzat fontosságát nem tudom egymástól elválasztani. Az önkormányzattal kapcsolatban véleményem az, hogy Magyarországon, de a világon mindenütt az önkormányzat a demokráciának a frontvonala, és a polgármesterek én szerintem a demokráciának a frontkatonái, mert nélkülük nem menne. Ők az egyetlenek, akik olyan erőforrásokat tudnak mozgósítani, amikről csak ők tudnak, mert az állam nem tud, mert nem látni például a szalmazsákból az eltett pénzek vannak, és nem tudja, hogy mi az, ami egy községnek a közvéleményét, erőfeszítését meg tudja mozdítani, meg szinte az erejüket meghaladó áldozatot is hoznak a közösség, és értelemszerűen saját maguk érdekében. Ez nem megy, önkormányzatok nélkül nem megy, önkormányzatok a legfontosabb intézményei a modern demokráciánknak, és készüljenek fel rá, hogy amíg az idő lesz,
addig az állam a központi megpróbál annyit elvonni, amíg elvonhat a központi feladatok ellátására, és a önkormányzatok annyit igyekeznek megtartani, amennyit meg tudnak tartani a saját feladataik ellátására. Ez egy állandó birkózás. Én csak egyet tudok mondani önöknek, hogy szűk erőjével tekintve én az önkormányzatok oldalán állok minden esetben. Feltétlenül önzésben, mert én találkozom a mindennapi emberekkel. Önök képviselik, most nem tudom, mit mondjak. Kis ember nem akarok mondani, kis ember nincs. Hétköznap ember nincs, egyszerű ember nincs, minden ember bonyolult, mindegyiknek fogadja egyenlő rangú. De akinek az anyagi eszköz a boldogulására kevesebb, én megítélésem szerint minden valamire való államnak azt kell támogatni, mert ez az érdeke is. A saját jólszak fogott érdeke. Úgyhogy szíveskedjenek valamennyien engem szövetségesnek tekinteni, hogy aztán mennyit ér ez a szövetség, azt nem tudják. Amit én nem tudom megmondani, valamennyit biztos ér. Hadd tegyem hozzá, a közigazgatás fontossága az, hogy sima és emberközpontú, főleg ezen a szinten. Komoly nyereség az, hogyha a közigazgatást egy csillagszemű nő képviseli. Meg kell mondanom, hogy a csillagszemű nők tartják mozgásban ezt az országot. Nem a mérges politikusok, nem az egymás gyalázkodás a parlamentben, hanem a csillagszemű nők, akik befogják a szájukat, és ugyanakkor a közérdeket közvetlenül érintik, érdekli, közvetlenül képviselik, és keresztül hagyják a maguk szintjén könyörtelenül az emberek szintek szempontjának figyelembe vételével. Úgyhogy önöket, mint polgármestereket, magát, mint jegyző, tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Engedjék meg, hogy megmondjam, a maguk munkája sokkal fontosabb ennek az országnak, mint az enyém. Az enyém jelképes, amely mindennapi. Erről van szó. Úgyhogy én itt most meghagyom a zászlómat mindannyiuk előtt. Önök végzik a munka dandáját, önök viselik a vállukon az országot, önök képviselik az országnak az érdekeit, önök harcolják ki a mindennapi megélhetését, és önöktől függ, hogy az ország közhangulata jó lesz, vagy nem lesz jó. Mégcsak nem is tőlem. Én csak a szeretetemet, barátságomat tudom egy elvonti immamiális ország nevében közölni önökkel, mert véletlenül történetesen még kérdeztem, hogy én képviselem ezt a közvéleményt. Ennyit tudok mondani, ezt vegyék úgy, mint személyi szeretetemnek a megnyilvánulását. És még valamit szeretnék mondani, az életünk folyamatos. Az életünk nem szakaszos, bár szakaszos jelenségek vannak, disznóciklus is van. Az izzók száma 5 évenként csökkenítő, nő. Az egyik évben nagyon sok a hölgyiségek van, kínai kell, és másik évben nincsen kínai kell. Sajnos piacgazdaságban még nem jutottak el odáig, hogy ezt pontosan lehetne előrejelezni. Minden nemzedék lerakja a maga rétegét, minden év lerakja maga hordalékát. Ezt felrúgni, széttaposni nem lehet, ahhoz, hogy az ember dolgozni tudjon, és építsünk arra, az elődöknek a munkájára szükségünk van. Nem eszmei szükségünk van, hanem gyakorlati szükségünk van, ami megépült, ami elkészült, az van, azt fel kell tartani, megújítani, alapjánkod is semmit nem. Ez mindent összevetve 1000 évig megy vissza. Itt. Hogy aztán hány év van még mögött, az csak Jóisten tudja, valószínűleg, hogy ide jöttek őseink, akkor már hoztak magukkal hagyományokat. Amit Jóskán felborogattak, a törökök is felborogatták, mindenki felborogattak. De valami az alapjában maradt, és hogy itt létezünk, az a nagyapáinknak és szépapáinknak, és a tegnap előtti polgármestereknek és a tegnapi polgármestereknek is köszönhető. És a megyéknek, amiknek a határa változik, és a közigazgatásnak a szabályai naponta változnak, mert minden úrkormány megpróbálja megújítani a közigazgatás szabályai. Egy ember tudja megtanulni ezeket a jegyzőt, és ő megsúgja nekünk, hogy éppen abban pillanatban mi az, amire ragasztani kell az okmány néhány. Köszönöm szépen! Szeretnék hozzátenni, itt valahogy meghallották, hogy én többféle szesz körül választhatok, akkor egy energika hibás lenne, akkor én a legóvatosabban a ezek közül a körtét, a Vilmos körtét választom. Én azt mondtam, hogy talpig, ők nem hitták meg, ennek köszönjük a beszédet. Akkor mehetünk tovább. Ha nincs tanács, mit tehet az ember? Köszönöm.
a vendégeket sok-sok szeretettel. Ha te adod a jó, a szervusz Kata. Én is kapok. Nem vagy Monó. Szervusz. Kapok pusi. Ők még nem feladatolgatnak. Ők még nem csak rajzolgatnak, ők is szoktak, csak most a nagy csoportnak van kötelező foglalkozásuk. Ügyesek voltok, jól van. Ha viszik ez a kötelező foglalkozás. Így van, de nagyon ügyesek. És megmutatom a legkisebb az oda, ugye? Szeretnénk ám, hogy játéknak lenne. Szeretnénk. Vannak ám elképzeléseink, de hát pénz kellene előtt. Sokan mondják, hogy... Rossz helyen kivincsel. Rossz helyen. Az enyém az ország legkisebb. Igen. De a legnagyobb szíve van, ugye, ennek a hivatalnak. Igen, a más nincs neki muszáj. Kedves barátaim, szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van. Köszöntöm polgármesterőt, köszöntöm a község polgárait, köszöntöm a gyerekeket, őket kellett volna elsőnek említeni, mert ők a legfontosabbak. És köszöntöm az időseket, akik szintén nagyon fontosak. Nélkülük nem lennénk itt, nem lenne ez a falu ilyen állapotban, ahogy van, nem lenne kultúrált, nem lenne igényes, nem lenne szép, és nem lenne jövője. Gyerekeket is ők nevelték fel. Én azt hiszem, ennyit tudok mondani köszöntésül. Minden közösség, emberi közösség, akár lakóközösség, akár munkahelyi közösség pontosan ismeri a maga érdekeit. És ezek az érdekek igazodnak az ott lakó vagy a munkahely igényeihez. Én arra szeretném kérni valamennyiüket, hogy őrizzék meg a szeretetet egymás iránt. Azt hiszem, ez a legnagyobb kincsünk, amit meg kell őriznünk. Ja, legalább az emberi közösségekben ne legyen vita, és az emberi közösségek őrizzék meg a maguk melegét és összetartó erejét, mert ez az országnak a ragasztó ereje. Ha ez szétesik, akkor az ország fog szétesni. Ezt szeretném a figyelmükbe ajánlani. Köszönöm szépen! Régi módon. Igen. És te vagy az egyetlen ember, aki még van. Hát most már vannak pár. Vannak. Nagyon szépen. Még utána katonát is kérdezik. Köszönöm szépen. 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 Köszönöm szépen.
Ennyi az egész. Kassai Lajostól, lovasi jászunktól egy íjat kapott köztársasági elnök úr. Tudta-e, hogy itt a környéken egy ilyen hagyomány őrző létezik? A programban benne volt, de nem fogtam fel teljesen. Mikor láttam, hogy egy szabályos, visszacsapó íjat kapok, amiket a régi, gondolom teljesen a régi mesterségek szerint csináltak meg, bár lehet, hogy valamit egyszerűsítettek rajta, mert ez a maga idejében, ez volt a high-tech haditechnikai eszköz, ez és a kengyel volt az, ami a pusztai nomád népeket ráúszította a földművelő népekre, és ez biztosította a győzelmüket és Európa sorsának a fordulatát, ez volt az avarok, a hunok és mondja meg a mi titkunk is. Nagyon örültem neki, mert nemes ajándék és komoly ajándék, most hallottam azt, hogy ő ezt a régi magyar mesterséget, a hátrafele nyilazást magas fokon űzi. Ennek azt hiszem, egyszer van egy kultúrtörténeti jelentősége, és persze annak idején minden 12 éves gyerek tudta, ezért győztek. Most pedig egy ember tudja, de legalább példát lehet venni róla. Jelen esetben az utóbb lesz a valóságos avatás időpontja, mikor az első autó hivatalosan is végigördül rajta. Én egyet szeretnék kérni főmérnök úrtól, az, hogy az Istenért ne siettessék el a dolgot, várják meg, ameddig a Jóisten akarata és az eső együttesen lehetővé teszi, hogy megcsinálják, mert ez az út annyit ér, amennyit utána 100 esztendeig tudunk mérni, hogy megmarad. Az esőről az égvilágon senki nem tehet, még a parlament se tehet és a kormány se tehet. A másik, amit szeretnék mondani, nagyon szépen köszönöm ezt a visszacsapó íjat. Ez a sztyeppei népeknek a legnagyobb újítása volt, és azt hiszem a visszacsapó íj nélkül ma nem lennénk mi itt. Mert még Géza idejéig az visszacsapó íj és a sztyeppei katonai taktika legyőzhetetlen volt a világon. Mikor feltalálták ellene a páncélt és a nehéz lovasságot és a nehéz kétkezes kardot, akkor utána az íj sokat veszített az értékéből, de minden esetre ez az íj, amelyik a hagyományos módon készült, és a hagyományos mindazt tudja, amit a régi íjaink tudtak, ez hallatlan nagy ajándék. Nagy ajándék, jelkép, és egy valamit kell megjegyeznünk. A magyarok egymásra sose lőttek nyíllal. Mindig az ellenségre lőttek nyíllal. Én azt hiszem, hogy ha valaki felemlél ezt az íjat, akkor gondoljon erre, és nagyon gondolja végig, hogy ki a valódi ellenség. Semmi este sem az elődeink, és semmi este sem az utódaink. Ezt jó tudnunk. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Azt mondta beszédében, hogy magyarok nem nyilasztak egymásra. Tudom, hogy egy köztársaság elnöknek szépeket, jókat kell mondani, de látom, hogy valahol ez miről jött. De ez miről jött, mert sajnos manapság előfordul, hogy magyarok egymásra nyilaznak, és nem veszik figyelembe azt, hogy a mai eredményeink vannak, és a jövendő eredményeink, amiket remélünk, azok az előttünk járó eredményre alapulnak. Ezeket az eredményeket sem letagadni, sem föl nem szabad, és sem elmulasztani, felhasználni, mi van. Én egy valamit tudok, ha a magyarok egymással nyilatok, akkor nem győznek a csatában. Szervusztok!